4500 vietnámi él itt Magyarországon. Természetesen most már második, harmadik generációs vietnámiak is vannak, akik már ugye itt születtek Magyarországon, kiválóan beszélik a nyelvünket, teljes egészében integrálódtak a magyar társadalomba, de emellett rendkívül fontos az, hogy megőrizték azt az identitást, ami Vietnámhoz köti őket. Ugye a részvállalást illetően talán arról lehetne beszámolni, hogy meglehetősen sok vietnámi mind a bölcsészetek területén, tehát a kultúra területén, mind pedig a műszaki tudományok területén dolgozik itt Magyarországon. Nagyon sokan vannak, akik itt különböző kandidátusi, doktori fokozatot szereztek, illetve ma is a kutatásban vesznek részt. Ez vonatkozik az állattenyésztésre, a mezőgazdasági termelésre, a gén módosítások területéről lehet itt beszélni, de ugyanakkor a műszaki tudományok területén is, műszaki egyetemen több olyan vietnámi professzor van, aki annak idején itt tanult, itt doktorált, és most itt is tanít. Az elmúlt 40 évben Vietnám egy óriási fejlődésen ment keresztül, tehát a világgazdasági válság ellenére is most is 6-7%-os éves növekedést tudnak elérni. Ami azt jelenti, hogy az ország újjáépítése minden egyes területen óriási lehetőségeket ad külföldi befektetők számára is, akik már korábban megjelentek. Mondjuk itt magyarokról nem nagyon lehet beszélni, hogy már korábban felismerték ezt a lehetőséget. Hát itt inkább a jövőről beszélünk is. Az elmúlt időszakban lebonyolított felsőszintű politikai találkozóknak az a hozadéka, hogy igenis adnak egy lehetőséget és adnak egy iránymutatást, hogy a gazdasági területen is a fejlődést használjuk ki Magyarország számára is. Tôi nghĩ rằng một lĩnh vực hiện nay đang là nổi bật trong cái quan hệ Việt Hung đấy là một cái lĩnh vực hết sức truyền thống, đó là giáo dục đào tạo. Và hiện nay là Hungary đang dành cho Việt Nam mỗi năm là 100 suất học bổng trong rất nhiều ngành truyền thống như là y dược, rồi những ngành khoa học như là khoa học và công nghệ, rồi thì trong cả những lĩnh vực như là quản lý nước, lĩnh vực môi trường, đấy là những lĩnh vực mới. Tôi cho rằng là lĩnh vực hợp tác này vừa là truyền thống nhưng đồng thời cũng là một cái biểu tượng sinh động nhất trong cái mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đúng vậy, tức là Việt Nam hiện nay là rất là coi trọng Hungary như là một đối tác truyền thống và đối tác quan trọng ở khu vực. Với tư cách là một cái thành viên của EU thì Việt Nam mong muốn là Hungary sẽ trở thành cầu nối cho Việt Nam mở rộng cái quan hệ kinh tế thương mại với các nước EU. Létrehoztunk 2011-ben a főiskolának kutatóközpontot, ami nem csak kutatóközpont, hanem úgymond közhely is. Az volt a célunk, hogy olyan terelt, olyan felületet teremtsünk, ami segít abban, hogy a Vietnám iránt érdeklődő, vagy még nem érdeklődő, de majd érdeklődést számot tartó ügyekben közös helyet adjunk és biztosítsunk. Nagyon sokfajta eseményünk volt már itt. Többek között kiemelnék könyvbemutatókat, ami azért érdekes, mert számtalan olyan alapkönyv van Vietnámban, amit lefordítattak vietnámi nyelvre. Gondoljunk a VUK-ra például, Fekete Istvántól, de az Egri Zsilaók is nagyon népszerűként, és más híres alapkönyvek, amik nálunk kötelező olvasmányként szerepelnek. Nekünk ebben van némi elmaradásunk, nagyon jó lenne, hogyha vietnámiról sok-sok könyvet át tudnánk ültetni, és az itteni olvasók is ezt megismernék. Sok-sok vietnámi fiatal végzett itt Magyarországon, és mi küldetésünknek tartjuk, hogy ezt az élő kapcsolatot történeti értelemben a 70-es évektől napjainkig valahogy feldolgozzuk és életbe tartsuk. Pontosan 1966. szeptember 5-én 5 órakor érkeztem Keletibe, mint állami ösztöndíjas. És itt 1972-ben akkor fejeztem be műszaki egyetemet. Azt követően hazaértem Vietnámba, ahol 20 éven át dolgoztam magyaroknak. 95-ben ide kerültem, mint diplomata. Itt dolgoztam 3 évig, miután teljesítettem külszolgálatomat, hazatértem Vietnámba. Azt követően nyugdíjba vonultam, és 1000 vagy 2007-ben ide kerültem vissza második hazámba. Az első években, amikor egyetemre kerültem, alig tudtam megérteni előadásokat, de utána fokozatosan magyarok segítségével, a tankönyvtársak, szobatársak segítségével, utána én magam is nagyon igyekeztem megtanulni. Utána rájöttem, hogy ez egy
legnehezebb, de az egy legszebb, legalábbis nekem. Én nagyon küszködtem vele, de megcsodáltam a magyar nyelvnek szépségeit. Én azt hiszem, hogy elég sokan vagyunk azok, akik magyarul beszélnek Vietnámban, tehát azért mondtam is, sokszor mondtam barátaimnak, magyaroknak, hogy ha Vietnámban lennének, akkor vigyázni kell, mert mindenütt beszélnek, értenek magyarul.